A doktornő? Igen, én vagyok. Nos, mi a panasza? Kérem nekem, szexuális panaszaim vannak, illetve voltak. Gondolom azért jött ide, hogy mondja, zavarja, hogy nő vagyok. Nézzel rám! Én anélkül is tudom, hogy a doktornőnek tetszik lenni a doktorunknak, illetve a doktornőnek. Na jó, hát akkor mondja el, hogy mi a panaszom. Mi a panaszom? Olyan kimérte mondja ezt. Ezt én így nem tudom elmondani önnek. Maga homoszexuális? Isten mellett, csak az igaz, csak azért vettem föl, mert nem volt már. Jó, nyugodjon meg, a homoszexualitás különben sem látszik külsőleg. Na jó, hagyjuk ezt, jó? Szóval buzinak néz! Nem nézem, kérdezem! Nem vagyok az, sőt, ellenkezőleg! Ah, szeretne az lenni! Dehogy szeretnék, csak hát... Na jó, mondja el akkor végre, jó? Hogy mi a panasza? Mi a panasza? Már megint olyan hidegen, olyan kimértem mondja. Én ezt így nem tudom elmondani önnek. Édesem! Szeretném tudni, hogy mi a baja. Maga egy egészséges, jóképű fiatalembernek néz ki. Én? Igen, hát magával beszélgetek. Kellemes a hangja. Meg nekem. Értelmes a tekintete. Az enyém. Mutassa csak a kezét. Nagyon férfias keze van. Valahol mélyebben kell lenni a bajban. Én, mélyebben? Mondja, milyen a fantáziája? Piszkos, nagyon... Nekem! Hát, ha még egyszer megkérdezi, hogy nekem, akkor kap egy pofont. Ezt nem hiszem el. Mit, hogy kap egy pofont? Azt jobban elhinni, hogyha azt mondanám, hogy kap egy injekciót? Hát azt jobban, igen, azt jobban elhinném. Pedig hát, az sem fájhat jobban egy ilyen markáns fiatalembernek, mint egy pofont. Na jó, akkor mondja el nekem most végre, hogy mi a panasza. Drága doktornő, szóval nekem az a panaszom, hogyha arra kerülne a sor, oda kerülök, hogy egy nővel a hét bármely napján, akár szerdán, hogy... Akkor én csütörtököt mondok. Na végre! Szóval fél a nőktől. Dehogy félek, csak hát... Saját magától. Magamtól se félek, csak... Értem. Hát igen, gyakori probléma. Nem úgy értettem a dolgot, az a helyzet, hogy... Jó, hogy itt hat? Igen, azt hiszem. Mondja, hány éves? 42. Én 28 vagyok. Nem néztem annyira. Hát mennyinek nézett 20-nak? 18. De hát én már orvos vagyok. Szóval fél, hogy csütörtököt mond. Tessék? A fülével van baj. Nem, csak el vagyok foglalva. Na jó, tegye ide a kezét. Nekem iszom a tenyerem. Az ilyen tenyér sohasem kellemetlen. Tegye csak ide bátran. Oda tegye? De én oda teszem ám. Te, drága, kezdődjünk! Na jó, akkor most álljon föl. Azt nem tudok. Nem tud, vagy nem mer? Nem tudok. Nem mer, szerintem. De hát ezt nem kell szígyelni. Ez természetes dolog. Ennek köszönheti az emberiség a létét. Na álljon föl szépen. Nem tudom, de úgy vettem észre, hogy ön közben meggyógyult. Ennek nagyon örülök. Kérem a következőt.
legalább két szót szóljon, ráír szombaton. Gyógyultan távozott. Legalább akkor azt mondja meg, hogy mennyiben... Ha meg akarja kérdezni, hogy most mennyiben tartozik, tényleg kap egy pofont. Nem tudhatom, hogy mennyiben tartozom. Nem. Ki van írva az ajtóra, hogy egy vizit 500 forint. Itt egy ezres! Kezdjük újból!